Tamás Lécieres adnánt a nevét Csabának, és Csaba beszéljük át a jelenleg forgalomban lévő különlegességet, kínálatunkat. Első kereskedelmi forgalomban lévő fajtánk a deliser, ami két éve került bemutatásra Magyarországon. Egy igazán különleges, delikát fajta, hiszen maga nemében mindebbe a snack mini szilva kategóriába fürtös megjelenésében egy gyönyörű formát hoz, fantasztikus íz, sav, cukor arány az az, ami jellemző a fajtára. Átlagosan egyébként 12 g a termések, nagyon jól tartják ezt a szilva formájukat. Kifejezetten nagy szászám mellett termelhető a fajta, és ahogy látják, tízes brixet mértünk jelenleg is a Delisher a legízletesebb fajtánk egyike. Igen, talán kommentként hagyd tegyem hozzá, hogy a kertész kollega deliser fajtát úgy hívja, hogy veled van, elkísér hazáig. Ezt úgy érti, hogy amikor megkóstolod a fajtát az üvegházban, még hazáig ott van az íze a szárban. És még esetleg annyi kiegészítést, egy valódi ízélményt ad bárkinek is, hiszen percekig érezhető a szájba ez a saf cukorarány. A következő szintén exkluzív fajta a kínálatunkban a Strabena, amit szintén. Magyarországon a Trivega csoport termeszt, immárom harmadik esztendeje. Minden szupermarkettől azt a visszajelzést kaptuk, hogy kategóriájában egy egyedülálló íz és formavilágú szilvalakú fajta. Méretét tekintve ahogy lehetett látni összehasonlítva, a delicell már egy nagyobb méretet képvisel, de még mindig ugyanez a szilva alakú forma, gyönyörű halszákás, fűt kifejezetten tartós csésze, és ahogy szokták mondani, a bogyó nem tud könnyen lehulni a fűrtről, ezért kifejezetten jó pulton tartatóság is jellemzi. 9,4-es Brixel, én azt gondolom, hogy e, meg lehetünk elégedve. És e, mindkét fajtának, e, hála az égnek, e, megvan e, mind fürtösen a helye, e, mind pedig a Delisernél még annyi kiegészítést, hogy mondjak, hogy e, előszeretettel nem csak fürtösen, hanem bogyósan is e, dobozba csomagolva e, vagy egy kis vödör, vödrös kiszerelésben is elérhető ma már a szupermarket polcainkon. A sorrendben következő, mondhatom azt, hogy jelenleg Magyarország egyik standard cseri kerek paradicsomja a DRC 564. Mind megjelenésében, mind pedig ízvilágában azt mondhatom, hogy mindenkinek kielégíti messze menően az igényeit. Ő a középméretű cseri kerekparadicsomok kategóriájába fut, 18-20 g, most átlag bogyó tömeggel bír, a fürt állása és szerkezete látható, gyönyörű, szép halszákás, nincsen még a nyári, idő, nyári meleg időszakban sem kötés problémája. Elsősorban a 141-es alanyra ajánljuk a fajtát, és jól látom Zoli, 8,4. Igen, tehát a Brixel nem szégyenkezhetünk ennél a fajtánál sem. Ugye a Jelurita, ami szintén már megtalálható a szupermarketek polcain, csomagolt és lédik formában is. Ez mondhatjuk azt, hogy a DRC 564-nek a párja, nagyon sok nyugat-európai országban párosan csomagolva kerül a pultokra, és az igazán exkluzív éttermek kifejezetten szeretik díszítésgyanát használni, mind a jeluritát, mind pedig a DRC-t. Segíts nekem, Zoli! Igen. A brixéről még annyit, hogy 8,1% ami szintén még a magas cukortartalmú cseresznyeparadicsomok egyike. A következő fajtánk egy curtino fajta, ami koktél, de a koktél szegmensben is egy nagyobb méretű koktélt képvisel. Ennek az átlag bogyó tömege 40 g fölötti, ami a fajta névválasztásából is jön, hogy nagyon szépen fürtmetszés nélkül is termeszthető a fajta hosszú kultúrában, hiszen nagyon szépen a fürtött metszés nélkül is az év második felétől lehet a növényen fent hagyni. Kifejezetten magas likopint tartalmáról lehet a fajtát megkülönböztetni a kisméret, kislékterű házakba tudjuk javasolni, egy nagyon rövid ízközű fajta, és egy kifejezetten jó beltartalmi értékkel, egy 7,1-es Brixel bír. A következő különlegességünk maga nemében egy specialitás. Biztosan emlékeztek a Zebrino fajtánkra, ami cseresznye méretben hasonló csíkozottságú volt. Ez a 0,946-os fajtánk, ez ugyanezt a csikozottságot képviseli szilva formába. Ennek az átlag bogyómérete 30-35 g, kifejezetten ezeknek a paradicsomoknak a legmagasabb a tartalma, messze a zebrino is, és ezen zebrino kategóriába futó szilva koktél is azoknak a figyelmébe ajánlható, akik a beltartalmi értéket keresik, és szeretnék a salátát egy ilyen különleges paradicsommal feldobni a mindennapokba. Brix 4,9.